Július végén kezdte el a felkészülést a másodosztályú nyíregyházi férfi kézilabda csapat, amely az edzőmeccsek mellett több tornán is részt vett az elmúlt hetekben. Mivel jó néhány fiatal játékos is csatlakozott a kerethez, időre lesz szükség ahhoz, hogy összeérjen a csapat. Az első tétmeccset minden esetre sikerrel vívta meg az NKC, a Magyar Kupában az osztálytárs Ózdal szemben lépett tovább Bécsi János együttese, amely a bajnoki rajton a Deacot fogadja. Reményeim szerint mindenkiben egy egészséges bajnoki ránc a kezdés miatt, és egyrészt, másrészt pedig azért, hiszen a Debrecen fogjuk fogadni, ez mindig egy jó mérkőzésnek ígérkezik, és azért mindenkiben úgy gondolom, hogy kell egy kis feszültség, kell egy kis zsúruk. A felkészülés, amit terveztünk, azt úgy gondolom, hogy meg is tudtuk valósítani, szerencsére kisebb sérülések hátráltattak csak bennünket, és azért azt mondom, hogy helyek közel mindenki meg tudta azt a munkát csinálni, amit kitűztünk. Bizakoró vagyok. Egyrészt azért, mert hazai környezetben vagyunk, hazai pályán fogunk kezdeni. Másrészt a Debrecen egy hasonló képességű, hasonló tudásból és játékosokból álló csapat. Én bízok abban, hogy hazai környezetben egy jó rajtot tudunk venni majd. A korábbi évekkel ellentétben a nyíregyházi csapat ezúttal nem a dobogót célozza meg. Ebben a bajnokságban nagyon vérmes reményeink most nem lehetnek, tehát dobogós álmokat nem szövünk, az még messze távolba derenkedt föl. Én azt mondtam, hogy a középmezőn próbáljuk megcsípni, annál abból is kifolyólag, mert tényleg 6-7 fiatal játékos került most föl a felnőtt keretbe, és őket próbáljuk beépíteni. Felnőttekből kevesebb van, rájuk nagyobb teher és feladat hárul. Én szeretném azt, hogyha a középmezőn meg tudnánk csípni, tehát ez a 5. és a 8. hely közti pozíciót lőttük be. Természetesen, hogy előrébb végzünk, attól nem leszek szomorú és nem leszek bosszus, de én úgy gondolom, hogy per pillanat ez a realitás. Nagyon erős lesz a keleti csoport, minden csapat erősödött, a kieső csapat is, az Orosháza szeretne visszajutni, illetve egy csapattal kevesebb van most az NB1B-ben, onnan is a csapatok elszipkáztak játékosokat. Én úgy gondolom, hogy elég erős és kiegyensúlyozott mezőny. A nyíregyházi KC Debrecen mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. A további párosítása következő Kecskemét Orosháza, Békés Balmazújváros, Algyő, Pler Budapest, Törökszent Miklós Ózd és Balassagyarmat Mizse KC.